Üdvözlök mindenkit, Windhager Pokol Eszter vagyok. A Starshima-nál Head of Data Science pozícióban dolgozom. És amiről beszélni fogok most, az az, hogy ha kis adatokat elemzünk, akkor ez milyen kihívásokat rejt magába. Ugye az elmúlt néhány évben a data science világ attól volt hangos, hogy a nagy adatokkal való munka az milyen problémákat rejt, és ezekre való megoldásokat láttunk rengeteget. Ez a trend ez kezd lecsengeni, úgyhogy most már beszélhetünk arról is, hogy milyen helyzet akkor, hogyha kis adatokat elemzünk. Tévesen azt gondolhatnánk, hogy minél kisebb adatot elemzünk, annál könnyebb dolgunk van, de ez sajnos nem igaz. Sőt, ennek éppen az ellenkezője az igaz, ezt fogom bemutatni. Előtte egy gyors bemutatkozást szeretnék tenni. Az ELT-n végeztem alkalmazott matematikusként, utána elkezdtem a PhD iskolába járni, de ezt nem fejeztem be, csak az abszolutóriumig jutottam, ugyanis elkezdtem utána tanácsadóként dolgozni, ami végül is sokkal hasznosabbnak bizonyult, néhány hónap alatt többet tanultam, mint a PhD 3 éve alatt. És jelenleg több mint 7 év tapasztalattal rendelkezem ilyen tanácsadás terén. Ezen kívül, amit még szeretnék elmondani, hogy van egy Our Ladies Budapest nevű meetup csoport, ahol elsősorban lányokat tanítunk R-ben programozni. Ennek a meetupnak vagyok az egyik szervezője, úgyhogy ide várunk szeretettel mindenkit, aki érdekel. És most egy esettanulmányt hoztam, amin keresztül be tudom mutatni, hogy a kis adatokkal való munka az milyen kihívásokat rejt magában. Tegyük fel, hogy adott egy üzlethálózat, amelyben van néhány száz bolt. Ezek közül valamennyit, mondjuk 100-200-at nagyságrendileg, különböző típusú fejlesztésnek, felújításnak vetünk alá. A célok, az elemzésnek a céljai, azok lennének, hogy a fejlesztett üzletek esetén határozzuk meg, hogy milyen incremental margin értékeket tapasztalunk, azaz a fejlesztések hatására mennyivel több bevétel realizálódott, mintha a fejlesztés nem történt volna meg. Hogyha ezeket az értékeket ki tudtuk számítani, akkor utána próbáljuk meg a sikeres fejlesztéseknek a karakterisztikáit meghatározni, azaz nézzük meg, hogy mitől lesz, mikor lesz sikeres egy fejlesztés, majd végül, hogyha ez is elkészült, akkor tegyünk javaslatokat további fejlesztendő üzletekre a maradék üzlethálózaton belül. Egy kicsit vizuálisabban szeretném ezt a problémát ábrázolni. Nektek bal oldalon kékkel láthatóak azok az üzletek, amelyek nem voltak fejlesztve. Azt tudni kell, hogy ezek az üzletek különböző lokációkon helyezkednek el. Lehetnek belvárosban, lehetnek külvárosban, lehetnek faluban, tehát különböző paraméterekkel rendelkeznek, valamint különböző szolgáltatások érhetőek el bennük már eleve. Föl kell építenünk egy margin modellt, ami megmondja, hogy az egyes lokációkon, az egyes szolgáltatások esetén milyen marginokat lehet realizálni a jövőben ezen üzletek esetében. És hogyha ezt a modellt felépítettük, ezt rá lehet vetíteni azokra az üzletekre, amelyeket már fejlesztettünk, és megnézni, hogy ha nem fejlesztettük volna őket, akkor mennyi lett volna a margin. Ezt összevetve a ténylegesen befolyt margin összeggel megkapjuk az inkrementális értékeket, tehát megkapjuk azt, hogy az egyes fejlesztéseknek a hatására mekkora lett a többletbevétel. Ezt össze tudjuk vetni a fejlesztésre fordított összeggel, és ebből lehet számítani egy megtérülési időt, és a megtérülési idő függvényében mondhatjuk azt, hogy egy-egy fejlesztés az sikeres volt, vagy nem volt sikeres. Ha már be tudtuk azonosítani a sikeres és a sikertelen fejlesztéseket, akkor azon megint lehet egy prediktív módszertannal, egy prediktív modellt építeni, amely megtalálja a fő mintázatokat, amelyek elkülönítik ezeket a sikeres és sikertelen fejlesztéseket. És ha egy ilyen modellünk is van, akkor ezt vissza tudjuk vetíteni a nem fejlesztett üzletekre, és ott is be tudjuk azonosítani azokat, amelyeket érdemes további fejlesztésnek alávetni, sőt esetleg azt is meg tudjuk mondani, hogy pontosan milyen típusú fejlesztéseket érdemes ott megtenni.
Amit fontos ebben az esetben elmondani, az az, hogy kevés adatról van szó, tehát néhány száz darab üzlet van összesen, mondjuk nagyságrendileg 100 olyan van, ami fejlesztve volt, és ezek az üzletek, vagy ezek az adatok eleve nem homogének, hiszen különböző lokáción vannak, különböző szolgáltatások érhetőek el, a fejlesztések során is különböző típusú fejlesztések történtek. Ugye a legegyszerűbb dolgunk akkor lenne, hogyha ezeket pici homogén csoportokra tudnánk bontani, és azon építhetnénk prediktív modelleket, azonban, ha tényleg ilyen teljesen homogén csoportokra osztanánk, akkor esetleg csak 2-3 üzlet lenne egy-egy csoportban, amiből már nehéz hosszú távú következtetést levonni. Ezért tehát mi egybe kezeltük őket, és hát az első probléma, ami adódik, az a kiugró értékek, vagy inkább úgy mondom adathibák, amik előfordulnak ilyen kis adatokban is. Most természetesen nagy adatok esetén is előfordulnak adathibák, viszont nagy adatok esetében, ha bent maradnak, nem veszük őket észre és bent maradnak, és nem is kezeljük őket, akkor kevésbé a végső eredményt kevésbé torzítják el, mondjuk egy kisebb, mint egy kisebb adat esetében. Az ábrán láthattok egy adathalmazt, amire egyenest illesztünk. A jobb oldali ábrán kevesebb pont, ugyanaz az adathalmaz, abból egy kis mintát vettem, kevesebb ponttal, és hogyha beteszünk mind a kettőhöz egy-egy kiugró értéket, akkor látható, hogy ahol kevés pont volt, az sokkal jobban eltorzítja az illesztett egyenest, mint ahol sok adat volt. Tehát ha kevés adattal dolgozunk, akkor ez különösen fontos, hogy megtaláljuk ezeket az adathibákat, és kezeljük őket, és ahogyan Csaba is mondta, nem szabad őket eldobni, ebben az esetben különösen nem, hiszen még kevesebb adatunk lenne a végén, hanem ezeknek kézzel utána kell járni, és ki kell deríteni, hogy miért olyan az adat, amilyen, amit látunk, az egy valós adat-e, vagy valamilyen adathibának az eredménye. A mi esetünkben tapasztaltunk nagyon érdekes adathibákat. Például volt egyetlen termék, aminek tévesen mínusz több millió forintos margin érték volt az adatbázisban elkönyvelve, és bár nem vettek sokat abból a termékből, valami gyufás dobozra kell gondolni, vagy hasonlóra, vettek belőle mondjuk 4-et egy hónapban, hát azért az már eléggé eltorzította az adott üzletnek a margin értékét. Úgyhogy ha kis adatokat elemzünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljuk az adathibákat, és ehhez anomália detekciós módszereket tudunk alkalmazni. Meg lehet nézegetni az egyes változóknak az eloszlását önmagukban. Ezt már érdemes eleve a nyers adatokkal is megtenni, illetve a végén, amikor az elemzéshez összekészítettünk agregált adatokat, ott is újra érdemes anomália detekciós eljárásokat futtatni. És nem csak egy dimenzióban, hanem akár sokdimenziós térben is lehet anomália kereső eljárásokat alkalmazni. Nem túl régi fejlesztés például az Isolation Forest, amelyik úgy működik nagyjából, mint egy döntési fa. Random változóknál, random pontoknál tesz egy vágást, és ezt ismétli, addig, amíg mindenki külön, minden egyes eset külön levélbe nem kerül, és utána nagyon sok ilyen fát fölépít, mindig véletlen változónak, véletlen értékénél vág. És a végén megnézzük, hogy az egyes pontok ezekben a fákban átlagosan milyen mélyre kerülnek. Ugye minél magasabbra kerül egy ilyen pont, az azt jelenti, hogy ő annál könnyebben leválasztható a teljes adatról, tehát annál inkább valami kiugró értéknek minősül. Lehet klaszterező eljárásokat használni, és megnézni, hogy az egyes adatpontok milyen távol kerülnek a klaszter középpontjuktól, vagy esetleg egy pontból álló klaszter találunk-e. Az összes ilyen értéknek nagyon fontos utána járni, és mivel viszonylag kis adatról beszélünk, ezért könnyen utána is tudunk járni, és meg ki tudjuk kézzel javítani ezeket az értékeket, hogyha szükséges. Jó. Hát ez volt az első probléma. A második probléma, hogyha az adatokat rendbe tettük, akkor utána valamilyen prediktív modellt fogunk építeni rajtuk. És ugye a legfontosabb kérdés az, hogy a prediktív modellünk az mennyire lesz jó, tehát mennyire fog működni olyan adatokon, amit korábban a modell nem látott. Erre ugye az általános eljárás az, hogy ketté vágjuk az adatot egy tanító és egy teszt halmazra, amit akár nem feltétlenül
véletlenszerűen teszünk meg, ahogyan azt Csaba is említette. Építünk egy modellt, egy machine learning modellt, elkészítjük vele a predikciót, és megnézzük, hogy a teszt halmazon hogyan prediktálna ez a modell, és azt összehasonlítjuk a tényértékkel, és így megkapjuk az eredményt. Le tudjuk mérni, hogy hogyan fog viselkedni ez a modell a későbbiekben. Az a helyzet azonban, hogy ha kevés adatról beszélünk, ami ráadásul nem homogén, meg esetleg még egy-két adathiba zaj is benne maradt, akkor bizony nagyon nem mindegy, hogy hogyan vágjuk szét tanító és teszt halmazra ezt az adatot. Annak függvényében, hogy esetleg egy-két kiugró érték az a tanító vagy a teszt adatba kerül-e, vagy a kis homogén csoportok, amiből csak 2-3 adatpontunk van, azok hogyan oszlanak el, nagyon-nagyon eltérő eredményt kaphatunk. Tehát akár egy átlagosan egészen rossz modellnek lehet egy olyan véletlen training test partícióra osztása, ahol zseniálisan jó eredményt tudunk bemutatni, és ezt lehetne prezentálni az ügyfélnek, viszont későbbiek során ez a modellünk nem működne. Ilyen esetben nagyon fontos, hogy ne csak egy mérésünk legyen, hanem több lehetséges módon is mérjük meg, hogy ez a modell hogyan teljesítene előre nem látott adatok esetén, és ilyenkor nagyon fontos a cross-validációnak a használata. Cross-validáció esetén a teljes adathalmazt azt felosztjuk valahány részre, az ábrán mondjuk 7 darab részre, egy heted részt kiveszünk tesztpartíciónak, az összes többin betanítjuk a modellt, és azon az egy teszten kiértékeljük, aztán átlépünk egy következő iterációra, ott a második kis blokkot tartjuk vissza teszthalmaznak, és a többin tanítjuk be a modellt, és ezt ismételjük 7-szer. Ennek eredményeképpen a végén 7 darab eredményünk lesz arról, hogy ez a modell mennyire fog jól teljesíteni a jövőben, ami egy sokkal pontosabb képet mutat, akár ha mondjuk nem hetet, hanem még többet számítunk, még valami konfidencia értéket is ki tudunk belőle hozni, tehát azt tudjuk mondani, hogy mondjuk 95%-os valószínűséggel ezen két érték között lesz a modellnek az előrejelző képessége. Nagyon fontos még megemlíteni, hogy az adatelőkészítést ez természetesen megbonyolíthatja. Előfordulhat esetleg például, hogy mondjuk hiányzó értékeket szeretnénk feltölteni az adott oszlopnak az átlagával. Hogyha ilyet szeretnénk tenni, akkor ez nagyon fontos, hogy ez csak az átlagot, az oszlop átlagot csak a training partícióból vehetjük ki. Ugye a tesztadatból nem szivárogtathatunk át információt a tanító modellbe, tehát ha cross-validációt használunk, ezt minden egyes iterációban külön-külön kell megtennünk ennek a hiányzó értéknek a feltöltését. Így aztán egy kicsit bonyolultabb lesz az adat előkészítés, mint egyébként. Természetesen ez a cross-validációs módszertan alkalmazható nagyobb adatszetek esetén is, de kis adatszetek esetén kötelező ennek a használata. Jó, és végül a túltanulás elkerülése. A túltanulásról akkor beszélünk, amikor a modell túlságosan ráilleszkedik a tanító adatra, és egyébként nem egy általános mintázatot tanul meg, hanem olyan apró dolgokat, amik csak a tanító halmazon igazak. Ha kis adathalmazunk van, akkor ennek nagyon nagy a veszélye, hogy a modellünk túltanul. Ezért ilyenkor különböző technikákat szoktunk alkalmazni, hogy ezt a túltanulást elkerüljük. Az első ilyen technika a feature selection, hogy eleve kiválogatjuk, hogy mely változókat adjuk be inputnak a tanuló algoritmusnak. Ha van, nem tudom, mondjuk 150 darab tanító példánk, akkor nem adhatunk be neki 300 darab input feature-t, hogy abból tanuljon, hanem ki kell válogatni néhányat, 5-10-et, amikről mi már tudjuk, hogy relevánsak, mert vagy különböző statisztikai módszerekkel meggyőződtünk róla, vagy valami domain tudás azt mondja, hogy ezek nagyon fontosak, tehát ezeket be kell vonni az elemzésbe. Illetve ha valamilyen regressziós típusú eljárást alkalmazunk, akkor azt lehet egy stepwise módszertannal összekötni, amely már önmagában tartalmaz egy feature selection-t. Illetve lineáris regresszió esetén lehet lasszó regressziót használni, ami elegy regularizációt használ, ami szintén csökkenti a bevont változóknak a számát, tehát az csak néhány fontos változót fog bevonni.
És hogyha ha bináris klasszifikációról van szó, akkor pedig a logisztikus regresszió az, ami a legegyszerűbb módszer. Tehát érdemes egyszerű algoritmusokat választani, nem a bonyolultakat. Ha néhány száz adatpontunk van, nem érdemes neurális hálózatokkal kísérletezgetni. Még random forest-tel sem, esetleg egy nagyon-nagyon szigorúan beállított döntési fa, aminek a levél méreteit jól beállítottuk, az működőképes lehet. Jó, illetve ha több különböző modellt tudunk építeni, melyek egymástól függetlenek, akkor ezeknek a kombinálása, ensemble modellek, azok megint csak egy picit tudják csökkenteni a túltanulást. Oké, összefoglalásképpen, tehát hogyha kicsi adatot elemzünk, akkor a leggyakoribb problémák, amiket kezelni kell, ezek az adathibáknak a kezelése, a visszamérés megbízhatósága, illetve a túltanulás, és ahogyan kezelni tudjuk őket, kiszűrjük az adathibákat anomália detekciós eljárásokkal, cross-validációt alkalmazunk, illetve feature selection és egyszerű machine learning algoritmusok azok, amik tudnak segíteni ilyen esetekben. Köszönöm szépen a figyelmet!